Bogdan Tibor, a Petőfi program ösztöndíjas a Nagybánya és környékén 9 hónap után elhagyta városunkat. Egy űrt hagyott maga után a megye összes magyar lakta településén, és rengeteg embernek már hiányzik is. Munkássága közben nem csak hogy felmérte a megye magyarságának az állapotát, hanem óriási segítőkészségének köszönhetően valóságos támasz volt számos egyesület számára, és mindazoknak, akik a magyar közösségen belül valamilyen módon tevékenykednek. Bogdan Tibor vagyok, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa Nagybányán. Nagybánya is környéke, illetve hát egész Máramoros megye jutott nekem, mint munkaterület. Az itteni szorvány közösséggel kell foglalkoznom. Már megérkezésekor szembesültem azzal, hogy kapok egy olyan feladatot, amellyel hát felmérhetem az egész megye magyarságát, magyarságának állapotát. Széles körű felmérés, turisztikai szempontból, egyéb kulturális szempontokból, egyházi kérdésekkel vont elő az én kis kérdőívem. És hát ez tulajdonképpen nagyon jó ürügy, hogy én találkozom emberekkel, és megtudjam a valódi problémákat. Budapestiként mutatkozom be mindenhol, ebből kifolyólag az embereknek megnyílik a szíve, szája, és elmondják a problémáikat, mint valakinek, aki messziről jött, és tényleg elmondhatják. És sok helyen azt tapasztaltam, hogy annak nagyon örülnek, hogy Budapestről, Magyarországról érdeklődnek utána. Ez számukra új, mert nagyon régen találkoztak ilyesmivel. Nagyon sokszor elmondják azt, hogy ők mindig is készen voltak arra, hogyha Magyarországon baj van, akkor ők mennek és segítenek. Ez már megváltozott, és az okok azok részben ismertek, de nem akarok erre kitérni. Inkább arra szeretnék kitérni, hogy azzal, hogy megkeresek egyesületeket, egyházakat, és megtudom, hogy mi a helyzetük, mi a problémájuk, kicsit beleavatnak a kulturális életükben, és arra figyelek, hogy tulajdonképpen mi az, amit kezdenek elfelejteni, elhanyagolni, mert azért errefele is a közöny nagy úr, és mi az, amit vissza lehet még tartani, illetve vissza lehet még hozni az életükben, mivel érdemes foglalkozni. A Teleki Magyar Ház és Dávid Lajos tulajdonképpen mentorom nagyon sokat segít abban, hogy egyrészt legyenek is előismeretem a területről, hova megyek. Egyrészt az ő kapcsolataikat használom fel, másrészt újabb kapcsolatokra teszek szert, és összehozom őket a Teleki Magyar Házzal. Így egy hálózat jön létre, vagy erősödik meg, inkább így mondhatom, hogyha egyszer ugye lejár a program, akkor marad egy kapcsolatrendszer, aminek van jövője. A Teleki Háznak egyik fő feladata az, hogy a magyar kultúrát éltesse Nagybányán, és ezt el is juttassa vidékre, a szorvány közösségekhez. Most nekem az a dolgom, hogy ezt megerősítsem, és az a dolgom, hogy tulajdonképpen Magyarországot is közelebb hozzam az itteni emberekhez. És paradox módon, még akár keletre is nézhetünk, a többi szorvány közösségekhez, pontosabban például a csángókhoz. Egy olyan párhuzamat tudok vetni a két régió között, ami nagyon érdekes eredményeket hoz ki. Sikerült elhoznom csángókat és körbejárni kicsit a megyét, aminek hát több szempontból pozitív volt a kicsengése, így mondjam. A Máramarosszigeti Holosi Simon Művelődési Egylet is fog kapni egy munkatársat. Lovász Dénes szeptembertől ösztöndíjasként érkezik a történelmi Máramarosba. A néptánc kultúra terén már sokat tett a Máramarosszigeti közösségért, és számos programnak volt a társszervezője. A miniszterelnökség, nemzetpolitikai államtitkárság, nemzetpolitikai koordinációs főosztálya gondoskodik arról, hogy Nagybányára továbbra is érkezzen ösztöndíjas. Tehát mondhatjuk, hogy a magyar állam vezetőségének számára fontos ebben a térségben a személyes jelenlét. Fontos, hogy működjön a folyamatos kapcsolat, és ott, ahol ez hiányzik, ott létrejöjjön, mondta búcsúszavaiban Bogdan Tibor.